Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig a Párásító Podcast, akik pedig velem vannak. Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián. Na, bővelkedtünk megint az eseményekben, és vannak érdekes hírek a nagyvilágból is, illetve itthonról is készültünk egy felvett anyaggal, amit majd valahol a podcastnek a második felében fogok bejátszani. Azt, hogy kitől és micsoda, az maradjon egyelőre meglepetés, érdekes lesz, úgyhogy javaslom, hogy tartsatok velünk. Milyen témával kezdjünk? Vape Expo. Kezdjünk a Vape Expo-val. Na. A Vape Expo-ja, hogy én beszélek. Igen, gondolkoztam, hogy kezdjünk a Vape Expo-val, és egy nagy csönd. Jó. A napokban zajlik Franciaországban, Bordeaux-ban, konkrétan ma, holnap és holnap után a Vape Expo nevezetű elektromos cigarettával foglalkozó kiállítás és szakösszejövetel, ami ma és holnap az iparági képviselők számára van nyitva, és szombaton pedig a nagy közönség is bemehet már. És az érdekesség a történetben az annyi, hogy az utolsó pillanatban felkérték az FV polgári kezdeményezés francia ágát szervező vapertársainkat, hogy legyenek jelen egy standdal, illetve tartsanak előadást az FV-ről. Úgyhogy ez is lesz megint adalék a Vap Expo. És az, hogy kell, miről szól ez a, ez olyan, mint egy Vape Fest mondjuk Angliában, vagy mi itt a téma? Nem, hát mondom, az első két nap az az iparág képviselőinek szól, úgyhogy olyan felszólalók, meg olyan előadások lesznek, mint Dr. Farsalinos az e-liquid vizsgálatokkal kapcsolatban, akkor lesznek a francia forgalmazóktól mindenféle előadások, hogy a különféle változtatások hogyan érintik őket. Tehát ez inkább egy ilyen, úgy képzeld el, mint egy, na, csak nem jut eszembe, mint régen volt a BMW-n, mint a budapesti nemzetközi vásár. Tehát ilyen szakmai napoknak. Igen, ez kifejezetten ilyen szakmai napok jellegű történet, pontosan. És akkor ennek lesz valami emészthető nyelvű írásos vagy audiovizuális nyoma is? Tehát készül ott valami felvétel majd, amit ki ezt látod, nem tudom. Valószínűleg biztos, hogy lesznek róla dolgok, de hát franciául. Hogy aki tud franciául, az előnyben. Igen, és valószínűleg lesz online közvetítés is egyébként, úgyhogy akit ez érdekel, az a Vape Expo oldalán szerintem utána tud nézni ezeknek a dolgoknak, illetve a francia Vaper közösségnek a fórumán. Majd betesszük a linket a podcast alá. Nincs senki vajon, aki bírja ezt a nyelvet? Vagy hát Dudus beszéli a franciát. Na jó, hát bagettet én is tudok kérni franciául. Csak nem, hogy... nem, hát ő kint élt. Na, akkor ez zsír. Afrikában, ha jól tudom, egy francia nyelvet bíró országban, tehát azért annyira nem rossz az ő franciája, én már hallottam őt beszélni. Vagy legalábbis nekem nem rossz. Na hát akkor ők majd lehet, hogy rá lehet bírni, hogy esetleg feldolgozza az anyagot és segítsen nekünk, aztán a következő podcastek valamelyikében akkor beszélgetünk erről én vele. Szerintem egyébként biztos vagyok benne, hogy az összefoglalók azok angol nyelven is meg fognak jelenni. Hát ebben reménykedem, hogy legalább feliratozzák. Ha nem is magyarul. Hát az angol is bőven elég lenne. Majd rákérdezek, aztán begyűjtöm az anyagokat, hogyha lesznek. Jó, és akkor szerintem térjünk át a következő témánkra. Itt ezt, a szavasz arra? Igen, de ezt Krisztiánnak kéne fölvezetnie, mert ezt ő szúrta idebe. Miért mindig ilyen? Hát nem tudom. Az van, hogy az az érdekes helyzet állt elő, hogy ugye jogszabályilag, hazai jogszabály nincsen, ami közvetlenül szabályozná az elektromos cigaretták kérdését. És mindannyian tudjuk, hogy ez a
igencsak nagy nem tetszést arató, de mégiscsak hamarosan hatályba lépő európai elektromos cigaretta szabályozás, ami valamikor májustól kezdve lesz érvényben. És hogy az a helyzet állt elő, hogy mivel hazai szabályozás nincsen, ezért elvileg az EU szabályozást kell itthon kötelező érvényűnek tekinteni mindaddig, amíg nem történik meg 2 éven belül a szabályozás honosítása. És ez fölvet egy csomó problémát, de fölvet egy csomó érdekes kérdést is, mert hogy innentől kezdve elvileg akkor akár lehetne is maximum 20 mg per milliliteres erősségig nikotinos likvideket árulni itthon újra, amennyiben az adott forgalmazó megfelel az egyéb követelményeknek is. Hát eddig is lehetett volna, bocsánat, de hát tudjuk, mert együtt, tehát mi is láttuk a NAV-os igen. Nyilatkozatot, meg állásfoglalást, tehát ez pont annyit mondott, hogy ha én keresztbe akarok tenni, akkor úgyis keresztbe teszek. Igen, csak hogy az EU-s törvénykezés az egy viszonylag szilárdabb jogbiztonságot vagy jogalapot ad a forgalmazók alá, mint ez a semmilyen helyzet, ami most van. Ahol ugye egy államtitkári állásfoglalás alapján mennek jobbra-balra dolgok, itt viszont föl lehet emelni és lehetne lobogtatni azt, hogy haló, figyeljetek már, nincs itthon szabályozás, ami így van, mert nincs itthon szabályozás, nincs olyan jogszabály, ami nevesíteni az elektromos cigarettát, mint terméket. Úgyhogy nyilván ez rizikós, meg ki a fenének hiányzik, hogy elkezdjék csesztetni, de hogy alapvetően a lehetőség elvileg adott lenne arra, hogy fordítsunk a történeten egyet. Igen, csak mint minden ilyen történetben ott van a kutya elás, hogy önmagában az EU szabályozás is igen-igen tág módon értelmezi ezt az egész jelenséget. Ugye akkor lehetne ezt a pult tetejére tenni, hogyha megvannak azok a károsanyag kibocsátást igazoló mérések, amiket az EU kér, de az EU sem határozta meg milyen káros anyagokra kell bevizsgálni az adott likvidet, 2, mit, hogyan és kinek kell megmérnie. Tehát lehet, hogy én elmegyek egy független laboratóriumba, ahol adnak egy papírt a kezembe, hogy ebben a likvidben ilyen és ilyen káros anyag, tehát már ott kezdik a probléma, hogy milyen káros anyagokat kell benne kimutatni. Bocsánat, beközbeszólnék, mert hogy a jogszabály, a szabályozás az arról nyilatkozik, hogy olyan anyagokról, amik nem veszélyesek az emberi szervezetre, nyilván adott koncentráció függvényében. Tehát persze tág, baromira tág a megfogalmazás. Ez iszonyú. De hogy érzésre azért lehet érezni, hogy mit szándékoztak tenni ezzel a történettel. Hát de ez csak érzés, mert ha csak egy sima ásványvízben kírják az ásványi só tartalmat, már ugye az is 4-5 összetevő. Na most a nem káros anyagok koncentrációját, vagy a káros anyagok koncentrációját kell kimutatni, akkor elkezdek felsorolni 1000 olyan anyagot, tehát az borzasztó mérés technológia. Tehát mit kell mérni? Még mindig itt tartok, hogy mit kell mérni. Tehát mondják meg azoknak a káros anyagoknak a listáját, amit konkrétan ki kell mutatni, hogy 0-0-0, vagy 0 és mit tudom én, 5 között, és milligram per milliliter, vagy kilogram per köbméter, tehát valami mértékegység, micsoda, és ugye ráadásul van egy halom olyan vegyület, amit nem mindegy, hogy milyen módszerrel mérsz meg. Tehát az a másik dolog, amit nem ártam esetleg előírni. Tehát szerintem ilyen papírt az EU-ba most senki nem tud előállítani, ami a nyilvánvaló szabályozatlanság miatt van. Tehát ez már megint az a történet, hogy oda hájtunk az asztalra valamit, aztán majd valaki valahol eldönti, hogy szerinte az mi.
Mondjuk ebben a kérdésben brutálisan laikusak vagyunk, azt azért beismerhetjük. Úgyhogy lehet, hogy Hát a... nem vagyunk szerintem egyébként laikusabbak, mint a törvényt hozók. Mert a laikusság az valahol ott kezdődik, hogy a józan paraszti ész mentén elkezdesz gondolkodni, hogy oké, okay, be kell szereznem egy ilyen papírt, de mi legyen rajta? Tehát elég az, hogyha dr. Kovács Géza aláírja, hogy nincs benne káros anyag, vagy ha ki kell mutatnom, akkor mit kell benne kimutatni? Hát ugye most zajlanak a közösségileg megfinanszírozott kutatások Pharsalinos laborjában, úgyhogy ha az bemutatásra kerül, miután végeznek, az szerintem egy nagyon jó alap lehet erre. Mert ha valaki, akkor ő képbe van vele, hogy mit kell nézni, és milyen koncentrációban, és milyen körülmények között. Úgyhogy az egy elég szilárd támpont lehet ahhoz, hogy De ebben ahhoz a problémázban nézzünk az valamit. EU-nak ebben a rendelkezésében le kellene írnia, hogy mondjuk a Pharsalinos laborjában készül egy jegyzőkönyv, nyilván a Pharsalinos tudja, hogy mik azok a káros anyagok, amire figyelni kell, és ebből ő gyárt egy úgynevezett mérési jegyzőkönyv mintát, amit minden egyes forgalmazónak be kell majd mutatnia. És még mindig kötözködök azon, hogy melyik labornak a mérési jegyzőkönyvét fogják ebben az esetben elfogadni. Mondjuk Magyarországon. Ja, igen. Tehát ezt én annyira lufinak látom így ebben az állapotában, hogy ez még rosszabb a... Tehát nincs szabályozva. Tehát mondtunk valamit, valamiről, és nem tudjuk, hogy mi. Ez nagyon rossz ebben a helyzetben. Tehát szerintem nem kerültünk közelebb ahhoz, hogy legális legyen a liquid forgalmazás. Én azért még mindig bizakodva keresem a kiskapukat, mert ugye ebben a remek szuperszabályozásban rengeteg kiskapu van, és hogyha jó figyelünk, akkor nem csak ellenünk, hanem belünk is van néhány kiskapu. Érdemes elfilózni rajta, hogy mit lehet kezdeni a történettel. Tehát azt viszont tudjuk, és ebből az általad említett riportból is kiderült, hogy itt vagy mindenki megvívja a maga kis bírósági harcát, és egyébként azt nem tudom, hogyha lesz egy bírósági határozat a kezemben, hogy nem illegálisan árultad a saját shopodban vagy boltodban a likvidet, kiteszed, és másnap megint jön a NAV és elviszi, akkor az megint egy újabb per lesz, és megint nem tudtam csak 3 percig árulni. Na ezért mondtam én azt, amit mondtam, hogy bármennyire is az lesz, hogy nincs itthon szabályozás, és akkor az EU irányelvek a betartandóak, mi lesz? Ez pontosan, amiről te is beszélsz, hogy kirakja a pultra, meg lesz nyugodva, kimennek, ellenőriznek, mondjuk lefoglalnak, vagy bezárják az üzlethelyiséget, és azt mondják, hogy oké, okay, lehet, hogy úgy van, ahogy te mondod, akkor majd a bíróság eldönti. És ismerve azt, hogy mennyi ideig húzódik el egy peres ügy, simán ki lehet vele húzni azt a 2 évet. Csak 2-szer elnapolják a tárgyalást, és már megvan. Hiába húzzák el, tehát attól még az lesz az érvényes jogi környezet, amikor megkezdték az adott ügyet. Az tiszta sor, de addig mit tudom is én, azokat, amiket lefoglaltak, azokat tárgyi bizonyítási eszközként maguknál tartják, és hogyha neked mondjuk a raktárkészletedben áll 1-2-3 nem tudom én hány millió forintod, akkor lehet, hogy nem mosolyogva fogod ezt tűrni. Hát, igen. Nem lesz őszinte a mosolyod, inkább úgy mondom. És hogy legyünk hülye magunkhoz, lehet, hogy egy pár szócska elhagyja a szádat. Tehát annyira ordas, nem tudok rá jobb szót mondani, ez az egész helyzet, hogy ez a
komolyan mondom, a kádári időkben sokkal tisztább volt a kerítés. Hogy na fiam, ott a szöges drót, vége van. Tehát nem mehetsz tovább. De most egy olyan helyzetbe hoztak minket, hogy le vannak szúrva valahol valamilyen oszlopok, és így a fű alatt megy egy ilyen buktató zsinór, mint annak idején a határőrségnél, és akkor beléptél, fölment a piros rakéta. És lehet, hogy hónap egy lépése arrébb, vagy elrébb lesz ez a dolog. Tehát nagyon-nagyon-nagyon kéne a törvénykezésnek ebben az ügyben lépnie. Ráadásul úgy kéne lépni, hogy a Vaper közösség véleményét figyelembe véve, ami mondjuk már tényleg a non plus ultrája lenne annak, hogy a felhasználókat figyelembe vennék egy döntésnél, ami egyébként visszatérő a józan paraszt, ez teljesen logikus, nem? Tehát, hogy van Magyarországon, nem tudom én, 20 ezer felhasználó, és a 20 ezer felhasználónak 100 ezer, egyébként 8 ezer. akkor legyen 100 ezer, 200 ezer, X mennyiségű felhasználó, és ennek az X mennyiségű felhasználónak egyébként van egy nagyon határozott véleménye arról, hogy hogyan szeretné ezt a terméket használni. Hát azért ne tévesszük össze, neked, meg nekem, meg X-nek, meg Y-nak lehet, hogy határozott véleményünk van, és van egy csomó ember, akinek határozott véleménye nincsen, csak használja. Nem Jó, de merül bele ebbe annyira, ha igen. kivennék alólad a kereket a kocsiból, akkor te határozottan tudnád, hogy neked oda kell a kerék. Ez És nem ma. nem ilyen triviális. Ha ilyen triviális, akkor irdatlan mennyiségű aláírásaink Igen. lennének, irdatlan mennyiségű tüntetés lenne ebbe a témába és demonstráció. Tehát igen, egy ideális világban ez lenne. De egyébként Az a szerintem az a tré, bocsánat, hogy közbeszóltam, hogy bízunk abban, ugye, hogy elindul újra, vagy beindul újra forgalmazás itthon is valahogy, valamilyen módon, de amilyen hirtelen abba maradt ez, mert volt egy időpontunk múlt év nyarán, és tényleg, tehát úgy lehetett tudni, mint mikor jön a hetes busz, és ki van írva, hogy na, már pedig adott hó elsőjétől nem lehet. És akkor onnantól kezdve aznaptól nem volt. Most meg azt mondják, hogy hát itt egy kiskapu, meg ott egy kiskapu, meg vagy az EU-s direktíva, de ha nincs szabályozva, és akkor, hogy még mi se tudjuk, és a mi se tudjuk alatt most nem magunkra értem, hanem mondjuk az államigazgatási szervezetekre, és akkor az, aki meg forgalmazna, ő nem fogja, higgyétek el, nem fogja kidobni a pultra, nem ő lesz az első, nem a kis Pista, meg nem a Nagy Jocó, és akkor most a kis Pistáktól meg a Nagy Jocóktól elnézést kérek, de nem ők lesznek azok, akik azt mondják, hogy én leszek az első fecske, hanem kivárásra fog mindenki játszani, és megvárják az első olyan adódó helyzetet, amikor kimegy mondjuk a konkurenciához ellenőrizni az adott hatóság, és azt mondják, hogy nem vétettek a mit tudom is én milyen szabályok ellen, amiben akarnak, úgyis bele fognak tudni kötni, de nem vétettek mondjuk a számviteli törvény ellen, meg a tököm tudja, hogy mibe akarnak még belekötni, vagy nem adtak bizonylatot, és ha mindent rendben találnak, akkor hagyni fogják élni a történetet, és akkor szépen elkezdenek majd talán visszaszivárogni, de biztos nem úgy, mint ahogy ez az egész abba maradt. És ez itt a gond. Én azért idealista vagyok, és keresem a lehetőségeket, de azt hozzátenném, hogy félreérthető volt, amit mondtál, mert így most úgy hangzott, mintha tavaly nyáron lett volna egy fordulópont, ami után valóban lenne rá jogszabály, de ugye nem, Persze úgyis nem. nincs, csak azóta N plusz egy podcastben megemlítettük, és mindegyikben nem ugyanarról a lefoglalásról, hanem az egyikben az egyikről, a másikban a másikról, a harmadikban pedig a körülötte kialakult helyzetről beszéltünk, és ez elszomorító. Ezzel csak azért tartottam fontosnak megjegyezni, hogy a töménytelen mennyiségű új hallgatónk nehogy véletlenül azt higgye, hogy tavaly nyáron történt valami,
Ami jogszabály lenne, nem történt továbbra sem. Hát tavaly nyáron egy kinyilatkoztatás volt, egy véleménynyilvánítás, amit egyesek késztényként kezelnek azóta is. Nem, ezt most kevered. Ellent kell, hogy mondjak. Az tavaly előtt tavasszal volt, tavaly nyáron volt ugye az új BTK, amivel annyiban változott a helyzet, hogy jogtalanul most már nem szabálysértéssel, hanem bűncselekménnyel vádolják meg a forgalmazókat. Tehát gyakorlatilag a történeti hűség kedvéért ezt összeolvadnak a gőzben itt az évek, na. Tehát egy sima, szimpla szabálysértésből átmentünk bűncselekménybe. Na és képzeld el azt a keverőt, vagy azt a forgalmazót, aki elgondolkozik, hogy akkor forgalmazza-e inkább a kétes megélhetés reményében, vagy kockáztassam azt, hogy a családomnak majd hozzám kell hozni a bablevest, és nem én rakom az asztalra. Hát nyilván ehhez kell vér a pucába, meg ehhez elég bevállalósnak kell lenni, de hogy elvileg az elvi lehetőség az adott rá, hogy egy emberként lépjenek fel a forgalmazók. Egy ideális világban, persze. De ez megint annyira szép és annyira magyar történet. Annyira büszke vagyok nemzetünkre, hogy van valami, ami nyilván nem nagy bevétel, de hogy az emberek próbáltak itt törvényesen mindenféle adó elkerülés nélkül a saját önös céljaik kielégítésére, és még ráadásul hasznot termelve, és ebből adózva valamit forgalmazni ebben az országban, ami nem olyan káros, mint a cigaretta. Ennek mi lett a vége? Elkezdték üldözni. Valakinek jött egy ötlete, legyen belőle gyógyszer, mert az aztán, az tényleg, tehát azt nem fogják tudni, és fú, és jaj, és izé. És ez nem törvény volt, ez egy egészségügyi, államtitkársági állásfoglalás, ami most már ugye ott tart, hogy magát a forgalmazót, azt, aki árulja, olyan szinten kriminalizálja, hogy a büntető törvénykönyve fenyegeti. Tehát nem csak egy szabálysértést követel, hanem bűncselekmény. Ami, ha jól tudom, javítsak ki, Krisztián, ha nem így van, 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztésre sújtható. 3-tól 8, még rosszabb. Tehát 3-tól 8 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. És ugye mit csinál ilyenkor egy cég, hogyha neki van egy jó bejárató? Egyébként a vaperek által kedvelt és nagy népszerűségnek örvendő termékpalettája, akkor fogja magát és kiviszi a vállalkozását ebből az országból. Nem ide fog. Hogy? Én itt közbeszúrnám azt, hogy mert ebből tökre nem derül ki, hogy ezek így nem teremnek. Tehát a bejáratot vásárló közönséged, a minőségi termékpalettád, az nem két ez nap nem alatt magát, lesz, hanem ez hosszú-hosszú hónapok, évek szorgos vállalkozóinak a munkája, amire ezt a körülményeket meg tudják teremteni, amit aztán fölrúgnak, és akkor visszaadom a szót, és külföldre mennek tőle. Jó? Így van, tehát ez ugye egyrészt van benne egy igen-igen nagy szakmai háttér, van benne rengeteg, illetve hát nem tudjuk, csak sejtjük, hogy van benne rengeteg próbálkozás, ilyen-olyan-amolyan különböző prototípusoknak az előállítása, végigkóstoltatása, stb. És amikor már be van járatva egy termék, akkor jön egy ilyen orvos történet, egy ilyen rossz kinyilatkoztatás, egy rossz megközelítés ennek az egész dolognak, és nem azon vagyunk, hogy esetleg nem tudom én, az élelmiszeripari törvény alapján írjuk elő, hogy hát persze lehet ilyet csinálni, de ilyen és ilyen körülmények között, ilyen és ilyen előírásoknak megfelelően, hanem egyből azt mondjuk, hogy nem, és kriminalizáljuk az egészet. És amikor kiviszi ez a vállalkozó vállalkozását, akkor kivisz mindent. Kiviszi a szaktudást, nem marad itt az adóbevétele, és nem ennek az országnak
a gyarapodását fogja segíteni. Ráadásul Nyilván. nem egy Ezt olyan egyszerűsítsük le. vállalkozás, nem, várjál, meg ezt befejezem, ráadásul tudom, nem egy olyan vállalkozásról, amely kint azzal, hogy kikényszerítették ebből az országból, kint még sikeresebb lett, mint itthon. Tehát lehet, hogy ez a cél egyébként, hogy így segítsük a magyar kis- és középvállalkozókat, hogy kitereljük őket külföldre. Tehát azért ez egy hülyeség. Igen, Egyébként, ez ha mókás, belegondoltok, hogy ez a pont végén még ez a legjobb, ami történhetett vele. vele, Igen. igen, de ez, ha belegondoltok, ez pont az analógia, mint annó az Artisjus, meg a mit tudom is én, milyen Mahasz termékdíj az elmebeteg adathordozókra, mint az újraírható DVD és a Meg az C. A4-es papír. És megveszel egy telefont, és Igen. azért is kifizeted az adathordozó díját, mert azon zenét is tárolhatnál. Mi történt? Kimentek a cégek, és gyakorlatilag én megvettem pont SK domain alól, és átmentem a határ másik oldalára, mentem 500 métert, és onnan hoztam el a DVD-t. Most ugyanez van. Kiviszik az adóforintot, szarul jár az állam, kiviszik a likvidet, szarul járunk mi. Hát ezzel senki nem jár jól. És itt nincs vége a történetnek, mert ezek az emberek kimennek. Ezek az emberek nem egyedül mennek ki, nyilvánvalóan viszik a családjukat és a pereputjukat is egy idő után, és ezek az emberek, miután elkezdenek ott szépen prosperáló üzletükkel békésen éldegélni, nem ide fogják elkölteni a megkeresett pénzüket sem, de mivel magyarok, még turistáskodni se fognak ide visszajönni. Úgyhogy viszlát adjő, zseniális tényleg. Egyébként akkor talán azt hiszem, hogy most már elárulhatjuk a mélyen tisztelt hallgatóknak, hogy az, amivel készültünk, az egy nagyon szép átvezetés volt most ez arra. Az egyik ilyen kényszerkitelepülő vállalkozást sikerült megszólaltatnunk az ügyben, és a Mystic Juice-nak a lötymesterével, Petivel sikerült egy interjút készítenem a héten. Úgyhogy beszélgettünk érdekes dolgokról, voltak kérdések, most is el szeretném nektek mondani, ez is úgy jött össze, hogy föltette valaki az oldalon keresztül e-mailben a kérdését, őt ez a téma érdekelné, kíváncsi arra, hogy meddig lehet eltartani, hogy működik ez a keverés dolog, mikre kell figyelni. Ezeket szépen összeírta nekünk. Én fölhívtam a Petit, megkérdeztem, hogy vállalja-e. Ő nagyon szívesen és készségesen állt ennek elébe. Azt nem mondom, hogy arccal, mert hát ugye a távolság az adott, de hanggal, névvel vállalta a nyilatkozatot, úgyhogy szerintem most hallgassuk meg a rövid beszélgetésünket, és akkor utána folytatjuk. Itt van velem Mystic Peti a vonalban. Jött egy felkérés nekünk a weboldalon keresztül, hogy kicsit jó lenne többet beszélni a likvidekről, az eltarthatóságról, hogyan lehet otthon keverni, mire kell figyelni, és úgy gondoltuk, hogy az a legautentikusabb, hogyha egy olyan embert szólítunk meg, aki itthon és már a nemzetközi porondon is eléggé ismert és elismert ahhoz, hogy adjunk a szavára, úgyhogy én szeretettel köszöntöm Petit. Szia, Peti! Szia! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Sziasztok! Köszönöm a felkonferálást! Próbáljuk rendbe rakni ezeket a dolgokat, amik így keringenek itt az éterben. Szerintem kérdezgessél, és akkor próbálok rá valahogy válaszolni. Remek. Rögtön azzal kezdeném, hogy úgy jött nekünk a levél, hogy az volt a subjectje, hogy zugkeverés. Ezt a részt ezt szeretnénk mellőzni, tehát ezt nem Igen. is jó szó ez, hogy zugkeverés, meg fura a felhangja. Vannak sokan, akik keresik az ízeket, és nekik nem feltétlenül az az ízkeresés, hogy vesznek innen, onnan, amonnan készen bekevert likvidet, hanem szeretnek kísérletezgetni. Arra kíváncsiak, hogy attól függetlenül, hogy tudatosak és több száz oldalt átolvasnak fórumon, ugye hát az mindenkinek tapasztalati úton jön meg. Az egyik azt mondja, hogy az a jó, ha ezt csinálod, a másik az a jó, ha azt csinálod. Hogy mondja néhány példát arra, amire figyelniük kell. Tehát mit tudom is én,
hogyan érdemes tárolni mondjuk alaplevet, hogyha nikotinos vagy, hogyha nikotinmentes. Jó, hát először is felhívnám mindenki figyelmét arra, hogyha már keverésbe kezd, akkor legalább a saját egészségére legyen tekintettel. Ha leszokott a cigarettáról, és megtette már ezt a nagy lépést, akkor ezen már lehetőleg ne spóroljon, próbáljon jó alapanyagokból keverni. A jó alapanyagokat úgy értem, hogy mások által esetleg favorizált, kipróbáltak, és nem volt vele gond, de esetleg még műbizonylatot is kaphatott hozzá. Az ilyenekből érdemes építkezni, nem pedig az általad is ugye említett ilyen zúgkeverőktől. Ez az egyik. A másik, likvideknek a tárolása. Van egy ilyen tévhit, ami szerintem legalábbis tévhit, hogy a likvideket hűtőben kell tárolni. Szerintem legalábbis én azt gondolom, hogy szerintem nem kell a likvideket hűtőben tárolni, ezt elég egy napfénytől védett, hűvös helyen tárolni. A napfény, illetve a meleget, ezt a likvid sajnos nem szereti, ugye? Hát ezt úgy kell tárolni, hogy se napfény, lehetőleg se meleg ne érje, legalábbis direkt meleg a hűtőt, azt viszont én nem javaslom senkinek. Úgy sem javaslod a hűtőt, hogyha mondjuk bekeveri a kész alaplevet, és annyit kever be, mit tudom is én, hogy bekever egy fél litert, és aztán berakja a fagyasztóba, mint egy darab kockát, és utána majd fölolvasztja? Hát a fagyasztást azt pedig végképp nem javasolnám már, csak azért is, mert fagyasztásnál ugye kémiailag is módosulhat maga a leves, ami az üvegben van. Kiválhatnak belőle olyan részek, olyan alkotóelemek, amik utána nem biztos, hogy újra fognak oldódni, hogyha felmelegítjük ezt a levest. Esetleg látszatra az úgy néz ki, de ízben is módosulhat, illetve én azt gondolom, hogyha egy likvidet lefagyasztottunk, akkor azzal el is rontottuk. Uh-huh. És jó, mondjuk ez sejtem, hogy miből jön ez az egész történet. Tehát abból, hogy rajta vannak a flakonon mindenféle jelölések a forgalmazók részéről, hogy meddig tartható el, és sokan rá is kérdeznek, mikor valaki használtan vesz levest a fórumon mondjuk, hogy mi van rajta, meddig áll el. És akkor jön ez, hogy de hűtőben tartottam, de még lehet egy évig használni utána, pedig a lejárata mondjuk egy hónap múlva van. Ez a lejárat, ez miből adódik, vagy hogy alakul ez? Jó kérdés. A lejáratot én úgy szoktam általában meghatározni, hogy ahogy vásárolom az alapanyagaimat, megnézem, hogy melyik az, amelyik a legkorábban lejár. És én ennek az idejét szoktam ráírni. Most gyakorlatilag lehet, hogy a többi az még akár egy évvel is túlfutná ezt az időt, de onnantól kezdve a dolog számomra lejárt, és onnantól kezdve ezt vásárló nem kapja meg. Én erre nagyon ügyelek, nagyon figyelek, nem tudom, hogy ezt mások hogyan csinálják. Attól függetlenül, hogy én azt gondolom, hogy ez a likvid, ez amikor azt az időt kifutott, amíg bőven-bőven nem járt le. Gyakorlatilag itt ugye nekem is van olyan likvidem, például most akár itt is az asztalon, amin a lejárati idő igaz már lejár, de attól függetlenül én ezt el fogom fogyasztani, mert semmi baja nincsen. Úgyhogy ha valaki ezt így bevállalja, elszívja, ha nem, nem. Gyakorlatilag kereskedelmi forgalomban állunk, ilyen nem kerülhet, ugye? De attól még mondjuk én elfogyasztom konkrétan. És de ez is annak ugye a kérdése, hogy most beszélhetünk itt érési folyamatok és egyéb ilyen dolgokról. Emberek is ugye válogatják azt, hogy mit szeretnek, vagy mit nem szeretnek. Van, aki szereti egy kicsit érettebben a likvidet, van, aki csak frissen fogyasztja el, van, aki mondjuk kétnaposan szereti. Ezt mindenki saját maga ízvilága válogatja. Nálam a likvid megromlása az azt jelenti, hogy az érési folyamat az elérte már azt a csúcspontot, ahol már nekem nem ízlik a likvid. És én azt már nem fogom elszívni. Nálam ez körülbelül így működik. De mint mondottam, van itt nálam olyan likvid, aminek lejárt például a szavatosság ideje papírforma szerint, de attól függetlenül el fogom fogyasztani, mert érési folyamatban még nem ért el oda. Sőt, valószínűleg nem is fog, sose. Ahol már nem fogyasztanám el. A köztudatban úgy kering a dolog, hogy általában a gyümölcsösebb likvidek azok, amelyek nem szükségesek, hogy érleje az ember, de hogyha olyan aromából kever, vagy aromákból mondjuk, ami dohányosabb, vagy két-három aroma házasításával hoz létre egy új ízt, akkor ott szükség van mindenképpen arra, hogy érlejék a dolgot. Tehát akkor itt sem kell gyakorlatilag?
Lehet érlelni, ez megint mindenkinek az egyéni ízléséhez mérten kell az érlelés. Ugye az érési folyamat során kicsit sejmesedhet az íz, kicsit így úgymond összekeveredhetnek az ízek, viszont van az a fajta is, ahol meg kicsúcsosodnak bizonyos ízek. Van, aki mondjuk egy olyat jobban szeret, most csak így hasraütésszerűen mondok valamit, egy friss íznél még ez nem érezni, de mondjuk egy 3-4-5 napos érési folyamat során mondjuk egy kicsit elkezd kikandikálni a cseresznye íz, abból a másik 2-3-5-6 ízből, ami bele lett még rakva. És ő mondjuk konkrétan ezt így szereti. Akkor neki eddig kell ezt érlelnie. Van, aki azt szereti, amikor nem lóg ki belőle semmi. Nem indult el az érési folyamat benne gyakorlatilag. Úgy, ahogy van, frissen elfogyasztja, és az neki úgy jó. Ezt mindenki saját maga válogatja, hogy mit kedvel. És akkor azt mondod, hogy ha, tehát azt sem tudjuk kijelenteni kategórikusan, hogy úgy romlik meg az aroma, mint mondjuk a hűtőben a sajt, hogy egyszer csak látom, hogy kifehéredik, és utána meg penészfoltos lesz, hanem itt onnan veszem észre, hogy romlott, hogy nincs olyan íze, mint annak előtte. Magáról, most aromáról, vagy likvid? A likvid, tehát a bekevert, kész, aromásított likvid. Azt gondolom, hogy maguk az alapanyagok, amikből van, ezek alapvetően nem romlandó dolgok. Szóval szerintem nem romlik meg. Ez csak az én egyéni szociális véleményem, ugye, de gyakorlatilag szerintem nem romlanak ezek meg. Csak egy idő után már kellemetlenné válik, mert annyira kierősödik, kiteljesedik benne ez az íz, hogy fogyaszthatatlanná válik, mert már nem kellemes a fogyasztása. Ezt már romlottnak lehet nevezni. De valójában ez még nem romlott, csak ez már túlérett ahhoz, hogy fogyasztható legyen. És amit mondjuk régen láttam talán egy videóban, hogy a likvid csípősségét hogy lehet csökkenteni, vagy megszüntetni, akkor az miből adódik, hogy csíp a likvid, mondjuk mikor friss? Így pár éves fennállásom alatt még erre teljesen nem jöttem rá, hogy ez miből adódhat. Én szerintem valószínű, hogy a keverés folyamán ilyen légbuborékok szorulnak bele a likvidbe. És amikor ez ugye ki van adagolva bele az üvegbe, maga a likvid sűrű, és ezek a kisebb légbuborékok, ezek nem tudnak onnan valamiért távozni, hát nyilván azért, mert ugye túl sűrű az anyag. És volt ugye a fórumon is, nem tudom, hogy ez ki hozta elő először, de ez a fecskendős megoldás, hogy ugye fecskendőbe kell szívogatni. Ezzel pont ezt éred el, hogy ezeket a kis levegőbubikat kihúzod belőle. Most maga ez a levegőbuborék, hogy ez miért gyűjtik össze olyan koncentráton, úgymond a levesben a nikotint, hogy ez csípjen, ezt nem tudom, mert más ugye nem csíphet úgymond a levesbe. Az aroma szerintem nem csíphet. Itt akkor valószínű, hogy az van, hogy vagy a nikotin, más nincs, ami igazából csíphetne. Mondom, így 3 éves fennállás alatt nem tudtam még direktbe olyat csinálni, ami csípjen. Pedig nagyon sok mindennel próbálkoztam, és egyszerűen nem tudok olyat csinálni, ami direkt csíp. Vagy a Hellfire. Na jó, Hellfire, ez egy inszén kategória, most úgy értettem, hogy ami ilyen rosszan csípős lenne, ami kellemetlenül csípne. Olyat nem sikerült csinálnom, egyszerűen. És akkor arra mit mondasz, hogy én hallottam, olvastam, láttam, és utána ki is próbáltam, hogy friss keverés után, ugye én úgy kevertem jó magamnak, hogy APG-be beleraktam magát az aromát, azt egy picit összeráztam, ezt bekevertem a szükséges végével, és ugye az a kettő az nagyon inhomogén volt, betettem 4-5 másodpercre a mikróba, és gyakorlatilag olyan híg folyóssá vált, hogy így könnyebb volt összerázni. Tehát van értelme annak, hogy az ember még mikrózgatja utána, és felmelegíti egy picit a likvidet, vagy ezzel is csak árt neki? Én azt gondolom, hogy árt ezzel az ember neki, már csak azért is, mert beszéltük, hogy a meleget abszolút nem szereti a likvid. Amikor így egy ilyen 4-5 másodpercre berakod a mikróba, az szerintem nagyjából felér egy 1-2 órán a napon levéssel. Ott egy nagyon gyors érési folyamat be fog indulni. Az anyag persze, hogy felhígul, de gyakorlatilag összerázhatóbb is lesz, ugye? De én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal előbb be fog érni.
az, mint hogyha mellette ott egy másik üveg, amit ugyanúgy összekeversz, leteszed egymás mellé a kettőt, és mondjuk 2 hét múlva ránézel, akkor a mikrózott az szerintem jóval színesebb lesz. Elindítja benne ezt az érési folyamatot, és úgymond elindít ez a meleg benne egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen romlási folyamatot. Én kísérleteztem ezzel, megnéztem, hogy mi van azzal, hogyha kirakom a napra, és ott, és egyebek. Egy ilyen vízszerű, ecetszagú lé jött ki az üvegből egy nap napollevés után. Ez csak egy napig, a napon volt, melegbe, és tűzte a nap egész nap. És hogyha már itt tartunk, hogy tűzte a nap, akkor mi az, amit tárolóedényként lehet preferálni? A patikában kapható barna üveg, amivel gondolom, úgy gondolom, józan paraszt észre, hogy semmilyen reakcióban nem tud lépni, vagy az általatok is forgalmazott barna műanyag, vagy a szemcseppentős áttetsző, vagy a fehér szemcseppentős, vagy akkor nem indulnak el kémiai reakciók mondjuk a tároló edénnyel, hogyha az nem üveg? Először is mi ugye csak üvegben forgalmazunk. Én nagyon finnyes vagyok erre, nagyon kukacos vagyok. A cégindulás elején én kikötöttem azt, hogy én ezt csak és kizárólag üvegbe, és azon belül is UV protected üvegbe fogom beletenni, már csak azért is, mert ha nem szereti a napfényt, akkor ne tegyük ki napfénynek. UV protected, ugye ez a barna üveg, ez egy UV védett üveg, elméletileg ez nem engedi bele az UV sugarakat. Viszont azt nem mondják, hogy az összeset nem engedi be. Ez csak szűr. Valamennyit ez is beenged, de még mindig sokkal jobb, mint hogyha fehérbe lenne. Most, amit az előbb mondtam, ezt az egynapos kísérletet, ez konkrétan, ez egy barna UV protected üvegben volt. Egy PET palackban, egy 100 ml-esben volt ez a teszt. Hiába UV védett az üveg, egy nap alatt a nap úgy elintézte a likvidet, mint annak a rendje. Szóval igazából, ha ezt fehérbe raktam volna ki, akkor lehet, hogy ez 2 óra múlva már meghalt volna ez a likvid. Én csak és kizárólag az üveg és ezt az UV protected üveget preferálom abszolút. Illetve a műanyagokkal is van némi, nem is tudom, én nem szeretem a műanyagot se. Az a baj, hogy beszéltem sok műanyagipari technikussal, és egytől egyig mindig azt a véleményt kaptam rá, hogy a műanyag az műanyag, lehet az PET, lehet az HDPE. A PET-et ugye mindenki ismeri, a HDPE az pedig azt hiszem a patikai szemcseppentő talán HDPE-ből van, az a nem clear átlátszó. Igen, az a fehér. Olyan felhős színe van, az a HDPE. Műanyagipari technikusok szerint, ha már választani kell, HDPE-t válasszak, az a jobbik. A PET a rosszabbik, állítólag, viszont mind a kettőből sajnos oldódik ki, mindenféleképpen valami, illetve műanyag, de van légelteresztő képessége. Szóval valahogyan levegőhöz mindenféleképpen jut a likvid benne. Illetve a másik fele. Van benne egy anyag, amitől félünk, ez a nikotin. Nikotinról el kell mondanom, hogy a világ legerősebb idegmérge. Gyakorlatilag akárhogyan is higítjuk, az nikotin marad. És szerintem nem hiába van az, hogy a tiszta nikotint sem adják műanyagban. Uh-huh. Úgyhogy én ezzel elvek alapján én azt mondom, hogy csak üveg. Én legalábbis csak üveg. Hogyha most valaki magának keverget kis 10 millis műanyag PET palackban, amit éppen zsebre fog dugni és hordani magával, és 2 nap alatt elszívja, szerintem ott nem lesz gond. De én egy hosszabb tárolást mindenféleképpen csak üvegbe gondolnék. És hogyha már a likvideknél tartunk, akkor ugye aki megfelelően vállalkozó kedvű vagy szellemű, bármit meg tud venni az interneten, és nem kell túl messzire menni, Lengyelországból is tud akár 36-os, 38-as nikotin erősségű alaplevet venni. Ezeknek a kezelése az mennyire kell komolyan venni a nikotint és az idegmérget, tehát tényleg ez a gumikesztyűbe, víztaszító ruhába, szemüvegbe beöltözés, vagy hogy kell ezt elképzelni annak, aki fogékony a dologra?
nem teljesen így kell elképzelni, de attól függetlenül vannak bizonyos biztonsági dolgok, amiket be kell tartani. A nikotin az nikotin. Most, hogy az éppen 1000 mg per milliliter, vagy 36 mg per milliliter, igen, ez számít. Annyiban számít, hogy az 1000 mg-os nálad egyetlen egy csepp az olyan negyed óra alatt blokkolja az idegrendszeredet, lehet észre se veszed, hogy rácsöppen, és mire már mentőt lehetne hívni, addigra már rég késő van, mert addigra már az idegrendszered nulla. Úgyhogy ez kb. Ennyi. A 36-os az nem ilyen brutál, ott lehet azért csepegtetni a kézre, de mondjuk, ha oda csepegtetsz egy pár cseppet, és egy-két percig ott tartod, azért megnézheted, hogy a bőröd irritálni fog, nem fog neki tetszeni a dolog. Én azt javasolnám, hogyha ha valaki remegősebb kezű, akkor még azért a 36-oshoz is. Én felvennék gumikesztyűt, és fel is veszem. Én úgy vagyok vele, hogy vigyázok ezekre a dolgokra, én felveszem a gumikesztyűt. Nyilván egy 36-osnál nem kell mindenféle vegyvédelmi ruha és egyéb ilyen nyalánkság, de nagyon oda kell figyelni, és ahogy már a fórumon is olvastam, inkább kétszer számold át, mint egyszer se. Ez nagyon fontos. És ugye a biztonsági adásunk nem ért véget. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.